Egy kis meglepetés következik, ugyanis nem nekem készítünk nyári körmöket, hanem az Exatlon Hungary győztesének, Huszti Katának. Gratulálunk! És üdv újra itthon! Hány napot is voltál távol? Én pont 2 hónapot voltam távol, 61 napot. Ég. Most jöttél a paradicsomból, és mindjárt kapsz egy ilyen kis csodát a kezedre. Mennyire vagy egyébként körmös lány? Én nagyon-nagyon szeretem, hogyha van szín a körmömön, és nagyon-nagyon szeretem a vidám, élénk színeket, főleg a pinket, rózsaszínt. Ajjaj! A Kati nagyon szereti ám ezeket a színeket használni. Akkor itt abszolút otthonra lehetünk. Igen, abszolút, nagyon örülök neki, beszélgetünk Katával, és amikor megemlítette, hogy ő imádja ezeket az erőteljes színeket, én is nagyon örültem, mert így aztán igazán könnyű szépet alkotni. Úgyhogy ha már nyaralás, akkor előkerülhetnek a neonok, az igazi neonok, és gondoltunk arra, hogy ha már vissza kellett jönni Dominikáról, azért ezt idézzük egy picit fel a pálmafákkal legalább a körmén. Úgyhogy tényleg egy igazán bevállalós nyári körmű fog kapni a Kata. Kata, elképesztő szerencséd volt, hogy valaki sérülése árán tudtál visszajutni, de azért, mesélj erről, hogy milyen volt. Tehát, hogy nyilván már kiestél a műsorból, már úgy elképzelted, hogy most már mész haza, és megpróbáltad elengedni az egészet, amiért addig küzdöttél, és amikor megkaptad a következő esélyt. Volt egy rossz hetem, amikor nem ment annyira a játék, és utána azt gondoltam, hogy van egy második lehetőségem, egy második esélyem, úgyhogy ezt igazából nem adhatom lejjebb, csak el kell mennem, ameddig csak tudok. Tehát, hogy nem lehetnek rossz napjaim, rossz pillanataim, rossz heteim, úgyhogy úgy voltam vele, hogy el nem kell ezzel a lehetőséggel. Zsófi, mesélj nekem, hogy készülnek a nyaralós körmök. Neon parádé, és még? Hát ugye tudjuk, hogy Kata nagyon szereti a rózsaszínt, úgyhogy mindenképpen neon rózsaszínbe is gondolkodtunk. Próbáltam belecsempészni egy kis neon narancssárgát is, pont azért, mert ez a két szín együtt nagyon kontrasztos is, de mégis azért egy átmenettel nagyon tökéletes ombrét tudunk varázsolni. Az ombra körmöt neon pigmentporokkal fogom elérni. Egy fehér alapba fogjuk belenyomkodni a port, ezáltal ez a két alapszín teljesen összemosódik, és egy tökéletesen szép homogén felületet fogunk kapni. Erre meg egy igazi nyaralós pálmafás díszítést fog kapni, amit egy festőzselével fogunk megoldani. A porra még lehet festeni ezek szerint? Így van, és mivel hogy zselé anyag, így nem kopik le. Tehát ugyanúgy nyugodtan egy géllakos köröm felületre is használhatjuk. És a csillogás pedig nem maradhat el? A cukorkapor nélkül. Igen. Úgyhogy ez a kedvencünk. Ezzel is megbalondítottuk, úgyhogy matt is, de csillogós is, de ombre is, de nyaralós is, úgyhogy... Egy biztos visszafogottnak nem mondható. Az biztos, igen. Kati, te el tudsz képzelni fürdőrucit ezekhez a körmökhöz? Természetesen. Ugye akár egy fekete bikinivel, amit én hordok, azzal is tökéletesen nem úgy, mert akkor legalább a ember körmének van színe. Kiemeli a fekete színt. Nem, kiemeli az ember kezét, és oda vonza a tekintetet, de ugye nagyon-nagyon trendiek ezek az igazán neon geometriai mintás bikinik is, nagyon sok ilyet láttam, illetve ugye a trópusi mintás bikinikhez is nagyon-nagyon jól passzol egy ilyen tengerparti neon köröm. Kata, elkészültek a nyaralós körmeid, remélem tetszik. Nagyon, kicsit nagyon visszareptettünk. Igen, nagyon köszönöm, akkor most sem mehetek nyaralni. Akkor most képzeld el, hogy Dominikán fekszel a tengerparton, a neonszínű körmeid, de mi hiányzik még? A kezemből. A kezedből. Egy jó kis nyári koktél. Egy jó kis nyári koktél? Norbitól.